Ez pedig a jó emberek menedékháza előtt történt, Bécsben. Aztán kimentem az országútra, és a határkövek alól fölszedtem a megfűlt tojásokat. Egy, kettő, három, négy. Énekeljetek, lányok, énekeljetek. A tizenkét kamasz pedig huszonnégy vatta gomolyagot hajtott ki a vására. Ekkor már valamennyien együtt voltunk, a pap levetette reverendáját, s kijelentette, ezentúl csak este hajlandó a kútba nézni. Leállt a hálósitkákkal, elmúlt a 19 nap. A sövény mellett Mária átölelte fiát, és könnyeket virágzott, de ez sem ért már semmit. Elrepültek a madarak, elpusztultak a halak, és a harangozó örökre elaludt a kötélen. Elaludt szegényke, kivilágított városok fölött.